A fiatal 30-as éveiben járó tanár testnevelés órákat tartott az iskolában. Így ismerte meg az akkor 8-os diákját. A kapcsolatuk hamar szorosabb lett. Sajtóinformációk szerint a pedagógus többször is randira hívta a tinit, és a közös sétálgatásaik alatt puszilgatta, simogatta. Végül a lány szülei is tudomást szereztek a titkos viszonyról, bejelentést tettek. Az iskolából azonnal elbocsájtották a pedofil hajlamú tanárt, és a rendőrség is nyomozni kezdett. Az ügyben előkészítő ülést tartottak. A lány most 16 éves, így az ülés a tini életkora és a bűncselekmény jellege miatt nem volt nyilvános. A debreceni törvényszék szóvivője, Dobó Dénes, elmondta, a vád szerint a férfi, mint a sértett iskolájában tanító tanár, hatalmi helyzetével visszaélve szexuális cselekményt végzett a kiskorú sértettel. Nem szabadna ilyet csinálni. Ha igaz, akkor meg kell már a bíróság, vagy valahogy feljelet is kezdeni, hogy de... Férfi tagadja. Az a legegyszerűbb, nem? Az előkészítő ülésen a vádlott nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, ezért a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet. Hát azt jól teszik, mert vigyázni kell a gyerekekre, a tanár meg vigyázom már magára, hogy gondol ilyet, hogy a gyerekkel kikezd. Ha bebizonyosodik a tanár bűnössége, akár több éves börtönbüntetést is kaphat.